Sziasztok! A mai videóban a sprintversenyes 3 részes sorozatom második epizódját látjátok. Most egy bridal makeup, azaz mennyasszonyi smink kategóriába készítünk sminket, ráadásul hordható kategóriába. Azért egy kicsit arról beszéljük, hogy mit jelent a hordható kategória. Nyilván nem lesznek nagy festések itt homlokon, nem lesznek extrém dolgok a sminkben, de azért a hordható versenyszinten mindig egy picivel többet jelent, mint a valós hétköznapi értelemben vett hordható smink egyértelműen. A mennyasszonyi sminknél szerintem az egyik legfontosabb, hogy legyen egy szép, harmonikus, finom összkép. Tehát, hogyha nagy valamiket akarunk belerakni, akkor is azok legyenek finom nagy valamik. Tehát, hogy könnyű átesni a ló túloldalára, és a zsűri sok versenyen esetleg le is pontozza, hogyha úgy ítéli meg, hogy ez már nem hordható kategória. A fontos viszont az, hogy ettől függetlenül ne egy átlag sima füstös minket készítsünk, hanem azért valami érdekességet csempésztünk bele. Pár hasznos tanácsot szeretnénk mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz időt nyerni, és hogyan tudsz arra tréningelni, arra készülni, hogy minél gyorsabban meglegyél a versenyen. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy nyilván nem a verseny napján találjuk ki, de még csak nem is előtte két nappal, hogy milyen sminket fogunk készíteni. Indulj ennek úgy neki, hogy legyen egy elképzelésed fejben, aztán azt a modellt, aki majd a versenyen fogsz majd dolgozni, őt hívd el, és kezdj el rajta kísérletezni. Mindig kiderül, hogy amit fejben kitaláltál, még nem elég, vagy inkább kicserélnél egy szint, vagy nem is fér el ott annyi, vagy több hely van, mint gondoltad. Szóval mindig, miután kitaláltad, kezdj el kísérletezni a modellen. Egy-két kifejlesztés, kísérletezgetés után, amikor megvan már a végleges mink, akkor pedig az első pár alkalommal kezd el úgy gyakorolni, hogy ne nézd az időt, semmivel ne foglalkozz, szánd rá, ha 3 óra hossza lesz, akkor 3 lesz, szánd rá, hogy tökéletes legyen, hogy nagyon precíz legyen. A legfontosabb, hogy éles vonal, ha van benne, az vonal legyen. Ha füst van benne, az füst legyen. Legjobb egy olyan sminket összerakni egyébként, amiben van mind a kettő, mert akkor a bonyolultságot a zsűri jobban pontozza, és esetleg elé tudsz egy olyan sminknek kerülni, ami túl egyszerű volt ahhoz képest. Legyenek finomságok, apróságok benne, és ezeket, ha már szépen ki tudtad dolgozni, úgy gondolod, hogy most már tökéletesre tudod azt a sminket készíteni, és már nem kell gondolkoznod, mert azért már megcsináltad egy 3-4-szer, és már nem azon gondolkozol, hogy jaj, mit is raktam a szemzugba, jaj, melyik csinálpor is volt. Erre nincs idő. Tehát amikor már betanultad, és már tudod, hogy mit csinálsz, és már precíz, és már nem kell azon gondolkozni, hogy a smink maga milyen, akkor kezd el időre is mérni. Az első időt az csak mérd le úgy, hogy próbálj meg minél gyorsabban készen lenni, de csak mérd le az időt. Ekkor el fogsz rettenni, valószínűleg dupla annyi idő, hogyha egy tényleg kidolgozott szép sminket készítesz, akkor simán lehet, hogy dupla annyi idő, mint amennyi a versenykiírásban szerepel, de semmi pánik, hogyha gyakorolgatod, minden egyes alkalommal egyre csökken az idő, és minden másodperc nagyon sokat számít. Az időbeosztásnál azt se felejtsd el, hogy azért ne kopra legyél kész, egy pár perc, egy 2 perc, egy 3 perc, azért kell a végén arra, hogy még gyorsan átnézz, és ha véletlen valami tragédia történt, gyorsan tud javítani. Hozzátenném, olyanra kell ezt a sminket gyakorolni, hogy a versenykörülmények között már szinte ne hibázz. Hogy mi a gyorsaság titka? Egyrészt begyakoroltad, nem gondolkozol már semmit. A készletedet próbáld meg mindig időrendben berendezni. Amikor elfoglalhatod a versenypástot, akkor mindig van egy kis idő, 1-2 perced arra, hogy kikészítsd az utcaidat. Én szó szerint időrendben kikészítettem mindent, amennyire csak lehetséges, és mindennek a tetejét kinyitottam, lecsavartam, kibontottam, és úgy készítettem ki. Sőt, tovább megyek, az adott anyaghoz az ecsetét is mellé készítettem. Tehát amikor ott tartok a szemelőformázás, akkor már ki van nyitva a zselés tégelyem, persze lefordítva, hogy ne száradjon be, de már ki van nyitva, nem akkor csavargatom, és oda van mellé készítve a zselésedre, tehát nem ott kell turkálnom az ecseteim között, hogy hol is van a szemöldök zselésedre. Ezek nagyon fontos dolgok, mert egy-egy ilyen kis 1 perc, másfél perc, 30 másodperc, 45 másodperc, ezek pont elég ahhoz, hogy összeadódik és kifutsz az időből.
És hogy mennyi idő szokott lenni, hát ez változó, az legrosszabb verseny, amin voltam, mert mint ilyen szempontból a legidőjárisabb verseny, az 30 perc volt, a legtöbb meg 120 perc, tehát igazából nyilván kategóriától függ, mindig pontosan megadják, és általában azért szűkre van szabva. És hogy mi a gyorsaság leges-leges legnagyobb kulcsa, nyilván az, hogy begyakoroltad a sminket, de ezen kívül az, hogy meg kell tanulnod úgy dolgozni, hogy gyakorlatilag azonnal jó. Tehát azonnal jóra fúzod fel azt a szemöldököt, szinte mindent egyből jól raksz le. És akkor itt van velem megint Detti, aki majd Iris helyát fogja nekünk készíteni. Annyit kértem Dettitől, hogy ne legyen egy ilyen nagyon szokványos, királylányos haj, ami ez a tipikus, minden második menyasszonynak olyan haj van, hogy be van göndörítve, el van oldalra hozva, tudjátok, ez a tipikus. Na, én ilyet nem szerettem volna, egyrészt azért, hogy egy picit azért más legyen, másrészt meg azért, mert szerettem volna, hogyha a haját eltüntetjük viszonylag, mert egy hatalmas fülbevaló lesz a fülében. Arra gondoltam, hogy a feje tetejére hozom az egész haját, és vonással körbe vonom. Na, az úgy szuper lesz. Egyébként azért is volt challenge egy kicsit ez a haj, mert be se fér a képe kb. Tehát van itt annyi hajunk, hogy ezt tudsz feltűzni, hogy úgyis maradjon nekünk majd. Azért ez challenge volt, de hát majd biztosan megoldja nekünk Detti. Egyébként még megmutatom a ruhát. A ruhánk pedig ő lesz. Most nem tudom, mennyit láttok belőle, de hapos-vapos, királylányos és egy kicsit rózsaszínes, úgyhogy gyönyörű szép lesz, de majd az összképet is meg fogom nektek mutatni. A paletta, amit használni fogok hozzá, ki nem találjátok, nyilván a Huda Beauty lesz, mert egyrészt arról nem olyan régen csináltam videót a Huda Beauty New Nude palettájáról, másrészt meg nagyon nagy szerelmem az a paletta, és nagyon megy ehhez a színvilághoz, úgyhogy fantasztikus lesz nekünk. Na, de szerintem akkor kezdjük el, átadom a terepet neked, és akkor elkezdjük a hajjal. Íme a kész frizura, szerintem tök jó lett, úgyhogy köszönjük szépen neked a segítséget, és akkor csapjuk bele a sminkbe. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. És a Catherine Early támogatásával idén már másodjára a rendezésre kerül egy smink verseny. Lesz online kategória, lesz élő verseny kategória, és az élő verseny Szegeden kerül megrendezésre, az online-ra pedig nyilván országszerte bárhonnan tudtok könnyedén jelentkezni. A téma az 1001 éjszaka legszebb meséi lesznek, Anadin, Arabic Smokey, stb. Úgyhogy hamarosan jövök a részletekkel. A Facebook oldalamon a Turbusz címe, a Makeup Facebook oldalon tudtok majd kiírást olvasni és érdeklődni bővebb információkért. Köszönöm, hogy velem tartottatok, írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek erről a sminkről, általában versenyeztetek-e már, van-e tervben, ha nem, miért nem, érdekel, nem érdekel, mindenre kíváncsi vagyok. Írjátok meg minden kommentben, és gyertek minél hamarabb, hamarosan jövök a harmadik résszel, de addig is egyéb más videókkal is, úgyhogy kövessétek csatornámat, iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!